A Magyar Honvédség részére a 2024-es év kiemelkedő és hatalmas nagy prioritása bír az EUFOR által feladat vezetői szerepkörének a megvalósítása, a betöltése és végrehajtása. Magyarország számára ennek a vezető nemzeti szerepkörnek az ellátása mindenféleképpen elsősorban büszkeséget jelent, hiszen nem egyszerű dolog volt elnyerni magát a pozíciót, nem egyszerű dolog volt a katonai képességeket összerakni és felkészíteni, és a hadszíntérre vinni. Egy gyakorlatilag speciális haditechnikai eszközökről, speciális katonai felkészítésről volt szó, és úgy gondolom, hogy a Magyar Honvédség méltán lehet büszke arra, hogy egy ilyen képességcsomagot összerakott, és 2024 folyamán ennek mentén fogjuk a vezető nemzeti szerepkört betölteni. Én úgy gondolom, hogy egy rendkívül jó és komplex felkészülési folyamaton vagyunk túl, és készek leszünk arra, hogy 2024-ben betöltsük ezt a vezető nemzeti szerepkört.